igazi katona, egy igazi legenda. Furkó Kálmánt látogattuk meg Szolnokon. A 74 éves, 8 danos kiokusi mester mesélt az életéről és a kitartásról, arról, hogyan tanította a katonákat. Természetesen nem maradhatott el egy kis gyakorlás sem, amiből kiderül, hogy Furkó Kálmán még mindig az egyik legkeményebb harcos. Ebben mi van? Elkezdtem 71. szeptemberén a Váci Irodőzernél. Nagyon komoly volt, nagyon nagy volt a csapat, de azért engem annyira nem hajtott, hogy a híradó ezred testnevelőjeként éljem az életemet. Én szeretnék Szolnokra jönni, és aztán, mint testnevelők, azért találkoztunk különböző alkalmakkal, különböző alakulatoktól, a testnevelés vezetőkkel. A Szolnok, aki akkor volt, mondta, hogy itten egy ejtőernyős századot, egy nagy századot létszámba hoznak létre ősszel, és ott van testnevelő tiszt. Hát olyan ember, aki végezte a testnevelő iskolát, hadnagy, vagy valamilyen tiszti nem fokozatta a vír. Ha akarsz, akkor add be a áthelyezési kérdelemet. És mivel én benne voltam, már úgy ismertek a kollégák, hogy én ide akarok jönni, 2 hét alatt át voltam helyezve, és 1973. novemberében kerültem ide Szolnokra az MN3-100 elnevezése volt a mélységi felderítő zászlónak, és abból kivált az MN-34-58, ez mélységi század, ami viszont Székesfehérvárra, az 5. hadsereg egy nagy katonai alakulat, ahhoz tartozott. Annak lettem a testnevelője, és ott kezdtem el azt az életet, ami úgy eszembe is jutott, aminek igyekeztem megfelelni, ahol elfogadtak, hogy és pont a testnevelés volt az én szakmám. Igazából nem vállaltam semmi más. Mindig együtt edzettem a katonákkal, irányítottuk és gyakoroltunk. Tehát meg volt egy általános katonai kiképzés, egy atlétikai jellegű, ahogy hívtuk. Tehát a futások, az ugrások, a gimnasztika. Meg volt az akadálypálya, ami minden alakulatnál lövész vagy felderítő, vagy más akadálypálya volt szerkesztve, hogy itt az előjáróság vagy a HM sportosztály is mindig gondolkozott, hogy akkor most ide még ilyen elfoglaltságot kell a akadálypályára, súlyt kell vinni, át kell mászni, le kell ugrani. Volt már jutsu, mert ugye a 900-as évek elején japán ember lett ide hívva önvédelmet tanítani, a jiu-jitsut. Megmaradt valamennyi, el is indult, de a katonai kiképzésnek és többnyire a szuronnyal, karddal való technikák, fogások, megoldások voltak jelen. Karate nem volt. Én úgy gondolom, hogy ezek után mondhatom, hogy a Magyarországon a hadseregbe általam alakult át a közelharc, amiből hosszabb anyagot, rövidebb anyagot, tehát mindig azért fejlődött itt a világ, és én ebben éltem az életemet le, hogy azontól, amit az előbb említettem, hogy a katonai testnevelés a magyar néphadseregben egyforma volt, de
a különböző szakmai kiképzésekhez azért alakult. És nekem itt Szolnokon a mélységi felderítő kiképzéshez volt közöm. Tehát az, hogy a katonát fizikailag ne egy hét alatt, mert nem igaz. Ott az első időszak, ami 6 hónapba került, azért az ráment egy általános kiképzésre, amikor már 6. hónap végén volt, akkor azért állóképes volt, bírta, végre tudta hajtani a parancsot, képességé megvoltak, hogy fölmenjen, lejöjjön magaslatra, Siléccel, Hegyesvidéken és így tovább. Ezeket meg tudták csinálni. Tehát az edzést úgy irányítani, hogy mindenki ott legyen. Meg legyen a pihenés, hogy ez egy kicsit vissza tudjon fejlődni, ez egy kicsit előre tudjon, ezek együtt fejlődjenek, mert ezt kívánja a feladat. Szóval nem lehet, hogy 10 ember szana szétmegy. A feladatot a 10 emberen belül el kell tudni osztani, hogy te ezt fogod megcsinálni, mert erre képes vagy. Fizikailag, szellemileg, akaratilag is. Ezen fejlődtél, így jöttél ide, ezzel születtél, ő el van maradva. A kiképzésnek az a lényege, hogy a feladathoz egyformán megkapja mindenki, egyforma legyen a követelés. Nagyon sokat edzettem Japánban, többek között az Oyama Szószágynál, aki a Kyokushin karatét kitalálta, egy korai származású. És tudom azt, hogy ott az ember bemegy a dojóba és mondja, hogy össz, és csinálni kell, amit mondanak. Nem többet, nem kevesebbet. Amit mondanak, azt meg kell csinálni. Lehet, hogy nem olyan magas, nem olyan gyors, nem olyan erős. De azt nem lehet egyből úgy teljesíteni, hogy rúgjál oda föl, vagy olyan erővel csináld. De ha edzel, ma is, holnap is, holnap után is, akkor meg fogsz erősödni. Lehet, hogy nem leszel olyan erős, mint egyes emberek a társaságunkban, akik kiválónak tőlünk, mert annyira erős, vagy annyira laza. De ha az ember nem csinálja, akkor nem lesz. Közelébe se fog jutni. Most ugye, amikor az ember meg a karate technikákat kezdi használni a életébe, feladatában, mint katona is, egyik technikával magasabbra kell, a másikra erőteljesebben, gyorsabban, és ebből kialakul, hogy ezzel megoldom a feladatot, akkor van értelme, van sikere. Élni kell, élvezni kell a körülményeket, alkalmazkodni tudni kell a boldoguláshoz, most is ennek van értelme. És a karate ennek megfelel. Legalábbis én a önvédelemből, benne a judó, benne a karate is, benne a sport, ezt vettem észre, hogy az alkalmazkodáshoz, amiről beszéltem, akár gyerek, akár idősebb, tudjak alkalmazkodni, tudjak és élvezzem az életet. Ön inkább sportoló, vagy inkább katona? Ezen gondolkodott? Katona vagyok. Nem tudom másért nevezni. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra.